Berendelte a hungarokontroll vezetőjét a nemzetgazdasági miniszter a sorozatos járatkésések miatt. A minisztérium Orbán Viktor reggeli rádióinterjúját követően cselekedett, a miniszterelnök tűrhetetlennek nevezte a késéseket. A kormányfő úgy látja, meg fog változni a helyzet, miután a magyar állam ténylegesen átveszi a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér üzemeltetését. Nemrég közel 200 utas várt hiába arra, hogy elindulhasson Szicíliába. Volt, aki a földön aludt, mert 30 órát késett a járat a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Ez pedig már Milánó egyik reptere, ahol szintén ott ragadtak a Budapestre tartó magyarok június utolsó napjaiban. Az igazságügyi miniszter fogyasztóvédelmi vizsgálatokat indított csütörtökön, a nyári időszakban tapasztalt szélsőséges járatkésések és járattörlések miatt. Ami a légiközlekedés ügyét illeti, amit ott most látunk, az, az a tűrhetetlen kategória. Erről már Orbán Viktor beszélt az állami rádióban. A repülőtelt most veszük át. Tehát ami most történik, az még az állami tulajdonszerzés előtti időszaknak a következménye. Én abban bízom, hogy ahogy megtörténik a tényleges fizikai, tehát nem csak a pénzügyi technika, hanem a fizikai átvétel és a reptének, akkor hirtelen a helyzet javulni fog. Orbán szerint nem csak a reptér üzemeltetés működik rosszul, úgy látja a légiközlekedés irányítóival és a földi kiszolgálókkal is gond van. Ha csak Budapesten vagy csak a budapesti repülőtéren múlna, hogy a légijáratok mennyire közlekednek pontosan vagy késésekkel, akkor nem lenne annyi késés. A légiközlekedési szakértő szerint a jó repülőtéri menedzsmenttel az állam sok módon befolyásolhatja, hogy jobb körülmények legyenek a légiközlekedésben. A szakember viszont hangsúlyozta, a legnagyobb problémát az okozza, hogy Európában a légtérszerkezet és a légi irányítás rendkívüli módon tagolt. Még az amerikai Egyesült Államokban négy irányító központból oldják meg az egész országnak az irányítását, addig nálunk az Európai Unióban van 27 tagállam, és az 27 irányító szolgálatot jelent. Hogyha megvalósulna az egységes európai égbolt, ami egyébként eddig mindig a nemzeti irányító szolgálatoknak az ellenállásán bukott meg, akkor bizony nagyon-nagyon jól lehetne növelni az európai irányításnak a hatékonyságát. Orbán Viktor péntek reggeli interjúja után Nagy Márton berendelte a Hungarok Kontroll vezetőjét. A minisztérium közleményében arról ír, hogy a cég vezetőjét arra fogja kérni, hogy azonnal készítsen intézkedési tervet a kialakult anomáliák kezelése érdekében. Kerestük az ügyben a hungarok kontrollt, hogy megtudjuk, hogyan látják a kialakult helyzetet, ám adásunkig nem érkezett válasz.